Én is hallottam erről, hogy pedagógusok a szülőkhöz, illetve volt tanítványaikhoz fordulnak azzal, hogy segítsék a portfóliójuk elkészítését, és elismerő szavakkal, illetve hálálkodó levelekkel fejezzék ki, hogy mennyire eredményes munkát végeztek, és mennyire hálásak mindezért. Tehát én ezt nagyon-nagyon szánalmasnak, nevetségesnek hiszem. Tehát körülbelül az már, hogy kiállok az utcasarokra kalapozni, hogy szálljanak. Tehát egyszerűen nagyon-nagyon megalázó a dolog. Tegnap a kitüntetések, elismeréseket se lehetett szerkeszteni délután, de most engedi. Most nagyon ügyes. Mit mutat egy látogatott óra? Én azt gondolom, hogy a legjobb tanárnak is vannak sikerületlen órái, és a legbénább tanár is tud egy-egy jó órát tartani. Tehát azt gondolom, hogy egy-egy ilyen látogatott óra olyan nagyon objektív értékelést nem igazán ad. És miért lennének képesek azok, akik most ilyen felkent, önfelkent minősítők lesznek, tehát miért lennének képesek többet látni, jobban látni, mint a iskolavezető, aki x éve dolgozik velem, mint a tanulók, akik a minőségbiztosítás keretében minden tanév végén értékelik a munkámat. Intézményegység vezető, nem tudom mi ez, de ennek se neveztek ki, és annak helyettesének se. Sőt, valami érthetetlen módon munkaközösség vezetői beosztást se kaptam, tehát nem tudok a lenyíló ablakból választani, egyszerűen csak tanár voltam, valamint osztályfőnök és rajvezető, de ez nincs megadva. Oly módon mindenképpen van értelme a portfóliónak, hogyha az ember így kezdi a pályát. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy igen, dokumentáld a munkádat, gyűjtsed az anyagokat, hogy mit végeztél, reflektálj rá. Pályaképnek lehet a dokumentációja, meg az önfejlődésnek is lehet a dokumentációja, de hogy a minősítés ettől függően, azt gondolom, hogy megint nem erről szól. Számos olyan területe van még a pályának, akik például nem tudnak nagy tantárgyi eredményeket, versenyeredményeket felmutatni, de a hozzáadott pedagógiai értéket, pedig végül is a pedagógus munkájának az értékét adja, ezek egyáltalán nem mindig. És azt gondolom, hogy más a siker mindegyik pedagógus számára. Az egész portfólió egy kicsit olyan, mint az a orosz arcborotva, hogy jó, hát de mindenkinek más az arca, ja, először. Na ez most nagyon édes megint, mert hogy tegnap például délután nem tudtam szerkeszteni ezt, de most sikerült, ment is. Tegnap nem sikerült. Az egyéni fejlesztési tervekben vannak olyan dolgok, ami visszakereshető. Tehát, hogyha egy konkrét tanulónak a személyi anyagát feltöltöm, tehát az, hogy milyen problémái vannak, milyen családi háttere van, milyen tanulási nehézségei vagy magatartási problémái vannak, és bár a nevét nem adhatom meg, de bizonyos algoritmus szerint változtathatom meg a nevét, akkor ez nyilvánvalóan visszakereshető, és egyrészt sérti az ő személyiségi jogait, másrészt pedig akkor én a pedagógiai titoktartási kötelezettségemet szegem meg, hogyha ezt a portfólióban kvázi nyilvánossá teszem. Ja, én nem tudom, hogy ki fogja megnézni a portfóliómat, kinek lesz jogosultság ezt megtekinteni. Tehát, hogy most ez szabad préda-e? Hát ez a háromtagú bizottság, ez látni fogja, hogy ezen felül ki, nem tudom. Tehát tulajdonképpen én rettenetesen szégyellem magam amiatt, hogy feltöltöm. Tehát legszívesebben bojkottálnám az egészet. Ugyanakkor van egy ilyen egzisztenciális bizonytalanság a részemről, tehát nekem 4,5 éven van a nyugdíjig, és azt gondolom, hogy nagyon nem lenne mindegy, hogy öregkoromra nyomorognom kell-e, vagy éppen a létminimumot elérem, hogy a gyerekeimre leszek-e utalva, vagy hogy lesz. Tehát úgy gondolom, hogy igenis számít az a néhány 10 000 forint, amivel esetleg magasabb fizetést fogok kapni.